Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Uniós költségvetés. A fejlesztési pénzek felhasználásáról is tájékozódott Törna megyében a régiók bizottságának elnöke. Iskola felújítás Tolnán. 350 milliót költött a város az oktatási intézményeire. Kevesebb kátyút kell kerülgetnünk mostantól. Rendbe teszik Szekszárd útjait. Rendőrség napja. 60 egyenruhás kapott elismerést Tolna megyében. A Tolnatáj Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A vidék és a városok harmonikus együttélését tartja az egyik legfontosabb célnak Karl-Heinz Lamberts, a Régiók Európai Bizottságának elnöke. Tolna megyei látogatása során meggyőződött arról, hogy az itt elköltött uniós források nagyban hozzájárultak ennek megvalósításához. Das ist eine Bekundung übergebe, das ist auf Deutsch und auf Ungarisch. A szárazdi német nemzetiségi falu múzeumban adta át Orbán Attila polgármester azt a két nyelven megfogalmazott nyilatkozatot Karl-Heinz Lambertsnek, a Régiók Európai Bizottsága elnökének, melyben a kistelepülésen élők nevében kijelenti, hogy az ott élők továbbra is szeretnék megtartani hagyományos életmódjukat, ragaszkodnak falvaik eredeti jellegéhez és értékként tekintenek rá, ugyanakkor élvezni szeretnék a modern kor lehetőségeit, ezért szükségesnek érzik az infrastruktúra fejlesztését. Karl-Heinz Lambertszel a vidéken maradás nehézségeiről, a kisebbségek értékeiről és a közösségépítés fontosságáról beszélgettek ezt megelőzően a polgármesteri hivatalban, majd a közeli Gyönkön a nemzetiségi nevelésbe is bepillanthatott az egyébként Belgiumban szintén német nemzetiségi kisebbség tagjaként élő politikus. A Tolnai Lajos gimnáziumban hosszú évek óta folyik két tannyelvű oktatás, mostanában a cserekapcsolatok területén éreznek nehézséget. Mikor indult nálunk a kétnyelvű oktatás a gimnáziumban, akkor még a minisztérium támogatta ezt a programot, és most teljesen a szülők költsége, hogyha a gyerekekkel szeretnénk külföldre utazni, és ez sok családnak megterhelő. Tolna megye jelen helyzetéről, értékeiről és jövőképéről már Szekszárdon tájékozódott a Régiók Európai Bizottságának elnöke. Ez a látogatás arról győzött meg engem, hogy mennyire fontos a városnak és a vidéknek az együttélése. Számomra nyilvánvalóvá vált, hogy a régiófejlesztési források, amelyeket az Európai Unió biztosított ennek a vidéknek, milyen fontos szerepet játszott a harmonikus együttélés kialakulásában. A cél éppen ez volt, bemutatni az uniós vezető politikusnak, hogy milyen helyzetben van a vidéki Magyarország, és hogy mire használják Európa pénzét, hiszen a következő költségvetés tervezése éppen ezekben az időkben zajlik. Nagy meccsek vannak a háttérben, vannak, akik szeretnék ezt az egész ügyet csökkenteni, ugye a britek kiesése miatt, viszont mi Magyarország meg azt gondoljuk, hogy többet kellene esetleg befizetni, sőt ezeket a kohéziós politikára fordítandó összegeket megemelni, hiszen látjuk Szekszárdon is, hogy fejlődik, és ha Szekszárd fejlődik, az magával tudja húzni a vidéket is. Az Európai Unió következő 7 éves költségvetését várhatóan a 2020-as német elnökség idején fogadják majd el. 350 millió forintból újítottak fel Tolnán 4 általános iskolát. A fejlesztéseket a város önkormányzata a Területi és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán nyerte. Az épületeken energetikai korszerűsítést hajtottak végre. Frissen szigetelt falak, új hőszigetelt ablakok, ajtók és eres csatorna. Így néz ki kívülről most a Bartók Béla utcai általános iskola Tolnán. Az épület bejáratához mostantól már mozgáskorlátozott bejárat is vezet, ugyanilyen kerekes székkel is használható mosdót alakítottak ki bent is. Emellett új kazánt és radiátorokat szereltek be az épületbe, és napelemek kerültek a tetőre, de nem ez az egyetlen iskola a városban, amit helyreállítottak. A feladatunk 4 helyszínen 5 épületnek az energetikai korszerűsítése volt.
ami műszaki tartalmat ez jelent. Nagyjából az öt épület közel azonos műszaki tartalommal készült. Ebből az öt épületből kettő a helyi védelem alatt áll, tehát ott némileg módosított műszaki paraméterekkel készült a felújítás. Az iskolák helyreállítására a város 350 millió forintot költött. A forrás nagy részét a területi és településfejlesztési operatív program pályázatán nyerte az önkormányzat, bár az intézmények fenntartása és üzemeltetése sem helyi önkormányzati feladat már néhány éve. Appelszoffer Ágnes polgármester mégis azt mondja, fontos volt, hogy minél előbb be tudják fejezni a fejlesztéseket. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a Tolnán lévő épületek, ahová tolnai iskolások járnak, és zömmel tolnai pedagógusok dolgoznak, és egyébként a városkép szempontjából is kiemelt fontosságúak, ezek a közintézmények, középületek megújuljanak. A fejlesztések nem érnek véget Tolnán az iskolák átadásával. A városban folytatódik az út- és járdahelyreállítási program, és hamarosan megkezdődik a játszóház építése is. Elindult a tavaszi kátyúzás Szekszárdon. A program keretében először a busz útvonalakat, illetve az első és másodrendű utakat szabadítják meg az úthibáktól. Újdonság, hogy idén a város lakói is jelezhették az önkormányzatnak, ha a burkolaton kátyút észleltek. Nagyot döccent a Kistárautó körforgalom előtt. A felvételek még márciusban készültek a Szekszárdi Fürdőház utcánál. Ekkor kezdte meg a város a tulajdonában lévő közutakon az úthibák felmérését. Ugyanakkor idén a lakosság is megmondhatta, hogy szerintük hol szükséges a burkolat javítása. Megadtunk egy e-mail címet, a misak@szekszard.hu e-mail címet, ahol ezeket a jelzéseket meg lehet tenni. Mondta az akció kapcsán akkor Varga András, a szekszárdi önkormányzat osztályvezetője. Lapátolják az aszfaltot az útépítők a Mérei utcánál. Az előzetes terveknek megfelelően április elejével megkezdték az első szakaszban felmért úthibák javítását. A városban legelőször a főbb közlekedési útvonalakon tömik be a kátyukat. Az elsőrendű, másodrendű útvonalakat, tehát a buszútvonalakat csináljuk. Ennek durván jövő hét végére lesz vége. Ez 28 utcát érint, és amint ezzel a szakasszal megvagyunk, megyünk tovább a lakóutcák felmérését készítjük elő. Köműves Krisztián azt mondja, a lakóövezeti utcák felmérésénél nagy segítségükre szolgál a helyiek bejelentése. Ugyanakkor, hogy pontosan ezzel együtt mennyivel több kátyút tudnak kijavítani, arról még nincs pontos információ. A burkolatjavító munkálatokat két csapattal, egy ötfős aszfaltozó és egy négyfős bontóbrigáddal végzik el. A most lezáruló első szakaszban mintegy 95 tonna meleg aszfaltot használnak fel. Igyekszünk ezt úgy csinálni, minél kisebb fennakadást okozzunk, de hát sajnos kérjük a lakosság türelmét, mert ennek a technológiának ez a módja. A munkálatokkal az önkormányzat korábbi számítása szerint várhatóan május végén végeznek majd. Közösségfejlesztés, kulturális programok, településfejlesztések. Többek között ilyen témákban hallhattak előadásokat Szekszárdon a Cselekvő Közösségek programsorozat keretében a jelenlévő civil szervezetek és egyesületek képviselői. Egy olyan elidegenedett társadalomban és hétköznapokban élünk, hogy egy jó közösség megtartja az embereket. Éppen ez, a közösségépítés az egyik célja a cselekvő közösségek elnevezésű emberi erőforrás fejlesztési operatív programból megvalósuló rendezvénysorozatnak. A szekszárdi állomáson a jó gyakorlataikat osztották meg egymással a civil szervezetek. Egyik ilyen szervezet a Mosolygó Kórház Alapítvány volt, aminek az a fő célja, hogy a kórházban fekvő gyermekek jobb hangulatban gyógyuljanak. Az alapítvány munkatársai több ehhez hasonló rendezvényen vettek már részt, és az ott elhangzott információkat tudták hasznosítani munkájuk során is. Több olyan projektünk fut jelenleg is, ami úgy született, hogy hasonló rendezvényeken találkoztunk kollégákkal, kolléganőkkel, akik szintén karitatív területen tevékenykedtek, és olyan összefogások, olyan ötletek kezdtek el kibontakozni ezeken az alkalmakon, amik szépen lassan valóra váltak. A cselekvő közösségek további feladatai közé tartozik az aktívan működő közösségek támogatása, valamint a szakmai módszertani támogatás biztosítása a közösségfejlesztési folyamatok megvalósításához. A programban elsősorban olyan tolnamegyei szervezetek vehetnek részt, amik település fejlesztésére fókuszálnak szakmai munkájuk során, mondta el Gici András, a projekt szakmai vezetője. A népdalköröktől kezdve gyakorlatilag tánccsoportokon át mindenféle olyan közösséget hívtak össze a mentoraink, akik a helyi, az adott települési valamilyen fajta kulturális
vagy olyan történeti dolgot támogatnak, megvalósítanak, amelyikre hosszú távon a település fejlődéséhez is mindenképpen szükség van és hasznos. A programsorozat elsődleges célja a területfejlesztési operatív programok szakmai támogatása, valamint az összetartozás élményének elősegítése. Megyei rendőr és tűzoltó napot tartottak pénteken Bonyhádon. Az eseményen több mint 60 elismerést adtak át a megye kapitányságain szolgálatot teljesítő rendőröknek. Első alkalommal, de hagyományteremtő céllal rendeztek megyei rendőr és tűzoltó napot. A házigazda szerepét ezúttal Bonyhád vállalta. A köszöntő beszédeket követően a megyei kapitányságok munkatársai vehettek át elismeréseket. Az év bonyhádi rendőre címet idén a helyi rendőrkapitányság címzetes őrnagya Kucsera Renáta érdemelte ki. Hiszek a rendőrségben, hiszek a szakmában, és hiszem, hogy ezzel segíthetünk az embereknek. A bonyhádi évrendőre díjat a város önkormányzatának képviselőtestülete ítéli oda a helyi kapitányságon dolgozó, kimagasló eredmény nyújtó rendőrnek. Filóné Ferenc Cibolya szerint különösen fontos, hogy ilyen módon ismerjék el azokat, akik hivatásuk során a közjóért, a közrendért dolgoznak. Hosszú évek óta létezik már ez a városi kitüntetés, mindig egy grénium javaslatára a testület határoz arról, hogy abban az évben kikapja ezt a kitüntető címet. Én azt gondolom, hogy a mai világban az a szó, hogy biztonság felértékelődött. Bármilyen területre gondolkodunk, a biztonságról ez fontos. A bonyhádi évrendőre mellett még több mint 60 elismerést adtak át a helyi Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. Ács Rezső Szekszárd polgármestere idén Kósik Lászlót és Hufnagel Tamást ismerte el a város önkormányzata által odaítélt év szekszárdi rendőre díjjal. Szükség van olyan kiemelkedő munkát végző szakemberekre a rendőrség berkein belül, akik példaképek is lehetnek egyúttal, és húzó névként jelenhetnek meg az állomány többi tagja előtt, és azért fontos az, hogy a város közgyűlése, a város képviselőtestülete minden évben kiemelje azokat a szakembereket, akik itt dolgoznak Szekszárdon, és a többieknél, az átlagnál többet nyújtanak annak érdekében, hogy Szekszárdon az ott lakók biztonságban érezzük magukat. Az év Tolna megyei rendőre díjat idén ketten vehették át. Pakulár Károly, a szekszárdi rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője, és Farner János, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság rendészeti igazgatóság közrendvédelmi osztályának kiemelt főelőadója. Szeretem azt, amit csinálom, anélkül nem csinálnám, illetve mindig vannak újabb és újabb kihívások, amiknek az ember megfelel, akkor ez egy óriási öröm, úgy, mint a magánéletben is. Hát milyen érzés megkapni ennyi idő után? Mindenképpen jó. Tehát ez nem kérdés. Örülök, hogy elismerik a munkám minőségét, hát a mennyiségét azt az adott, az nem kevés, de hát jó érzés, sőt nagyon jó. A díjátadókat követően az egésznapos programsorozata a Vörös Marti Mihály Művelődési Központ mögötti rendezvénytéren családi és kulturális programokkal folytatódott. Magyarországon csupán 91 vakvezető kutya teljesít szolgálatot. Ezeknek a négylábú segítőknek a kiképzése több évet és több millió forintot vesz igénybe. A vakvezető kutyák világnapját 1994 óta ünneplik. Minden évben itt szó, virágból borulni. Pintér Zsolt előadásával indult az az ünnepség, amit a vakvezető kutyák világnapja alkalmából tartottak Szekszárdon. A rendezvényen részt vett Vitézlo Vagritnovszki János, aki Magyarországon az első vakvezetőképzőiskolát hozta létre. Ezen a napon arra hívják fel a figyelmet szerte a világban, hogy a vak és látássérült emberek kutyájuk nélkül csak egy fehér bottal közlekedhetnek, ez pedig jelentős veszélyt hordoz magában. Az állatok nagy segítséget jelentenek vakgazdáik életében, mondta el Bálványosi Zoltán. Nem csak arra, hogy segít a kutya, az társ. Ez egy igazi társ, több, mint egy ember. Nem hiába mondják, hogy a kutya a legjobb barátja az embernek. A vakvezető kutyák kiképzése már akkor elkezdődik, amikor az alomból kiválasztják a megfelelő kölyköket, majd elhelyezik őket a családoknál. Ez a folyamat egy vagy akár két évig is tarthat. Miután letelt a képzés, és a vakgazdájukhoz kerülnek, vizsgát kell tenniük gazdájukkal közösen. De nem csak ebben áll az értékük, mondta el Kovács Lászlóné, a Vakok és Gyengénlátók Tolna megyei egyesületének elnöke. Szinte a lelküket kiteszik a gazdájukért valamennyien, és fontos az is, hogy az emberek figyelmét rájuk irányítsuk, mert tudniuk kell, hogy a
vakembernek nélkülözhetetlen segítőtársa a vakvezető kutya, és különösen azoké, akik másképp nem tudnak közlekedni. Magyarországon jelenleg nagyon kevés, mindössze 91 vakvezető kutya él, közülük 7 teljesít szolgálatot Tolna megyében. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Új évad, új előadások. 13 premierre készül a Pécsi Nemzeti Színház. Mozgókép, animáció, szobrászat. 29 bizottságban versenyeznek a művészeti hallgatók Kaposváron. Záró rendezvény. 2 km bicikliutat adtak át Mohácson. Tizenhárom új előadással jelentkezik a következő évadban a Pécsi Nemzeti Színház, hangzott el a színház vezetőitől az új évadot ajánló sajtótájékoztatón. A beharangozó alkalmával az iskolák és a színház szorosabb együttműködését hangsúlyozták, mely szerint hogyan lehet a színdarabokat a középiskolai tanrenddel összhangba hozni. Páva Péter, a Klebelsberg iskola fenntartó központ tankerületi igazgatója az évad beharangozón elmondta, az oktatás mellett nagyon fontos a nevelés. Ez utóbbiba tartozik a fiatalok kultúrához szoktatása, melyben a színháznak nagy szerep jut. Egy színház szerető új generációt lehet így nevelni, mely a közönség utánpótlást is kiválóan biztosíthatja. Ez pedig már fiatalon, gyerekkorban el kell kezdeni. És az utóbbi években azt látni, hogy a kisgyerekek színház szeretők lettek, és nő fel egy olyan generáció évenként, mindig egy évvel idősödnek, akik újra színházba megjelennek, és ez egy nagyon fontos dolog, hogyha egy gyereket belenevelnek valamivel, akkor az megszokja és megszereti. Tehát őneki ez egy elemi igénye lesz, hogy színházlátogató ember legyen felnőtt korában. A gyerekbérletek nagy népszerűségnek örvendenek, most azonban a középiskolásokat is jobban meg kell célozni, mondta Rázga Miklós, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója. Hozzátette, számukra külön műsorterv készül, melyet az iskolai tanulás során is hasznos, hiszen a tanrendbe illik. Ezért például többek között Schiller, Molière és Molnár Ferenc által írt előadások láthatók majd, melyek közül néhánynak már májusban lesz előbemutatója. Az új évad előadásai közül egy évfordulós darabra hívja fel a figyelmet az igazgató. Ha valamit kiemelnék, akkor valahogy már lehet, hogy a következő percben megbánnám, mert miért nem a másikat. Én talán az elveszett csontvárit abból a szempontból kiemelném, és ez nem a minőség, vagy a érdekesség, hanem azért egy csontvári centenárium év van, úgyhogy 100 éve halt meg Csontvári, ennek kapcsán készülőben van az Elveszett Csontvári című darab, talán ezt így kiemelhetném, de szívem szerint én az összeset kiemelném. Urik Teodóra, a Pécsi Balett ügyvezetője hangsúlyozta a színházzal való közös munkát, mely két darabban is tetten érhető, mint a Carmina Burana és a Csipke Rózsika. Két új opera előadást ismertetett az évad beharangozón Gulyás Dénes zeneigazgató. Bizé Carmennyit eredeti nyelven adják elő. A Viharkapujában pedig a Színház és Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem koprodukcióként készül. Az új bérletek árusítása május 13-ától indul. Az évad végén 125 ezres fizetős nézővel számolnak. Amíg az alsó tagozatosok olvasási felmérései eredményei előkelő helyen végeznek nemzetközi szinten, a felsősöké és a középiskolás korosztályé elmarad a vártól. A legnagyobb gond a szövegértés, de az olvasás megszerettetése is a pedagógus küldetése, hangzott el egy kaposvári konferencián. A szakemberek hangsúlyozták, nagy szükség van a tanárok, tanítók kreativitására, hogy játékosan, akár a modern technika bevonásával keltsék fel a diákok érdeklődését. A családi minta meghatározó a gyermek olvasáshoz, könyvekhez való viszonyában is, hangzott el az óvodapedagógusoknak, tanítóknak, tanároknak szervezett programon. Hogy az olvasás élménye jelenjen meg. Tehát, hogy ne az legyen a célunk, hogy elolvasson a gyerek könyveket, hogy elolvasson szövegeket, hanem legyen az a célunk, hogy legyen olvasás élménye a gyereknek, irodalmi élménye. Ez szerintem rengeteget jelentene. És persze sokkal korábban kezdődik, tehát azért itt tulajdonképpen már a 0-3 éves kor meghatározó a gyerek számára a környezet. Mit lát a szülőktől. Az olvasás tanulása sokszor kudarccal és nehézséggel jár a gyerekek számára, ez pedig a könyvekhez való későbbi viszonyukat is negatívan befolyásolhatja.
Játékos módszerekkel viszont meg lehet szerettetni a betűk világát, és könnyebbé is tehető az olvasás tanulása. Béli Kárpáti Anikó, a tanulást könnyítő program módszer megalkotója. Például a betűtanulás időszaka sok gyereknél nagyon nehéz, nagyon nehezen tanulnak meg összeolvasni, de ha a betűkkel már elkezdünk játszani, és nem szokványos módon, nem csak az olvasókönyvet nyitva gyakoroljuk azt, ami nem megy, hanem sokrétű játékot, mozgás, zenét bekapcsolunk, akkor sokkal gyorsabban elérünk fejlődést. Az alsó tagozatos diákok olvasásértési eredményei a nemzetközi felmérésekben rendre előkelő helyen végeznek. A felső tagozatosoké és a középiskolás korosztályé viszont elmarad a vártól. Középiskolások számára a tankönyvek szövege lényegesen eltér azoktól a szövegtípusoktól, amelyekkel a mindennapjaikban találkoznak. Gondolok itt az e-mailre, a Facebookra, a legváltozatosabb digitális szövegekre, és más az inger küszöbük is, más a szövegnek a forrása, gondolok itt arra, hogy papír alapú vagy digitális a szöveg. Éppen ezért szükséges a pedagógusok kreativitása is, hogy a mai kor technikáját is bevigyék a tanórákra, hangzott el a Vadvirág Alapítvány által szervezett kaposvári konferencián. 29 bizottságban közel 300 pályamunka és több mint 350 hallgató versenyez az Országos Tudományos Diákköri Konferencia művészeti és művészettudományi szekciójában Kaposváron. Az egyetemi főiskolai hallgatók többek között a mozgókép, az animáció, a szobrászat és az építészet témakörében készítették tudományos munkáikat, melyekkel a zsűri elé állnak. A hangszórókábelnek köszönhetően, ugyanis a csavart részszálak, valamint az átlátszó bevonatának köszönhetően fény visszaveri, vagy teljesen vissza tudja verni a fényt sötétben. Varnyú Dorina egy autószerelő műhelyben fedezte fel a különleges alapanyagot, amellyel azóta is dolgozik. Mindig is egy láthatósági táska kollekciót szerettem volna csinálni, ugyanis sokat biciklizek, és mindig fontos volt számomra, hogy mindenem beleférjen, a láthatóság is szem előtt legyen, és ezáltal jött az ötlet, hogy akkor a hangszórókábellel kihasználva a fény visszaverő funkcióját elkezdek szöveteket készíteni. Péter Petra Dimenziók címmel mutatja be alkotásait a 34. Országos Tudományos Diákköri Konferencia művészeti és művészettudományi szekciójának kaposvári döntőjében. A szegedi hallgató egy síküveget és egy üvegplasztikát hozott a versenyre. Síküveg szakirányos hallgató vagyok, ezért főleg üveggel foglalkoztam ebben az elmúlt két évben, és hát az üvegplasztika nagyon elkezdett érdekelni, és akkor egy ilyen egyszerűbb formával kezdtük az ismerkedést, és akkor hát így ezzel ide kerültem. Nem elég csupán bemutatni a tudományos munkákat, alkotásokat a versenyen, ezekről be is kell számolni. A műveket és az előadásmódot egyaránt pontozza a zsűri. Nagyon fontos, hogy a művész hallgatók beszélni is tudjanak. Tehát ne csak az, hogy létrehoznak alkotásokat, tudjanak arról bármit mondani, kommunikálni, kérdezni lehessen őket. Amikor mi csatlakoztunk a 16. szekcióként, ez nagyon nehezen ment, mert nem akarták a művészetet ilyen szituációba hozni, és akkor mi az akkori akadémiai elnöknél jártunk, és azt mondta, hogy kezdi megérteni ez a dolog, ez az okos művészeket keresi. Az egyetemisták, főiskolások többek között a mozgókép, az animáció, a szobrászat és az építészet témakörében készítették tudományos munkáikat, alkotásaikat, amelyekkel zsűri elé állnak Kaposváron. Egy összesen 280 millió forintos projekt záró rendezvényét tartották Mohácson. A sikeres TOP pályázatnak köszönhetően 210 millió forintból több mint 2 kilométer kerékpárút épült meg, a fennmaradó 70 milliót pedig traktorbeszerzése fordítja majd az önkormányzat. Mohács önkormányzata az integrált településfejlesztési stratégiában határozta meg a 2023-ig elérni kívánt fejlesztési célokat, és ezek elérése érdekében 8 középtávú városi szintű tematikus célt jelölt ki. E célok között szerepel a fenntartható közlekedés feltételeinek fejlesztése, az alternatív közlekedési módok, a kerékpáros és gyalogos közlekedők számának növelése. A sikeres TOP pályázatnak köszönhetően több mint 2 kilométernyi új kerékpárút készült el 210 millió forintból. Érdekes ez a program, mert ugye eredetileg 3 elemből állt volna ez a program, a 2 kerékpárút szakaszból, ugye itt mellettünk vezet mintegy 440 méter hosszan az inkubátorháztól a Vágóhídig egy kerékpárút szakasz, és a Mohácsi Szőlőhegyen az 56-os úttal párhuzamosan
a korábban az iparterületet átszelő kerékpárutat a Himesi elágazástól az óvodáig összekötő, mintegy 1440 méter kerékpárút szakasz, amelyeket most átadunk. A beruházás harmadik eleme egy körforgalom megépítése volt, ami azonban több százmilliós többletköltséget jelentett volna, így az nem valósulhatott meg. A projektben fennmaradó 70 millió forintot traktorvásárlásra fordítja az önkormányzat, amivel egy szintén régi álom valósulhat meg. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Uniós költségvetés. A fejlesztési pénzek felhasználásáról is tájékozódott Törna megyében a régiók bizottságának elnöke. Iskola felújítás Tolnán. 350 milliót költött a város az oktatási intézményeire. Kevesebb kátyút kell kerülgetnünk mostantól. Rendbe teszik Szekszárd útjait. Rendőrség napja. 60 egyenruhás kapott elismerést Tolna megyében. A hőségnek egy hideg front vett véget szombaton. Erősen felhős, borongós időre készülhetünk. Számottevő mennyiségű csapadék nem hullik. Vasárnap, hétfőn az ország nagy részén folytatódik a borongós, hűvös időjárás. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Viszontlátásra!